Ezen túl frissen festett, szép, tiszta termek fogadják azokat, akik a Kossuth Művelődési Központ B épületében járnak. Az intézmény vezetője örömmel számolt be a fejleményekről. Amikor az intézményt átvettem, én jeleztem a fenntartó felé, hogy itt nagyon fontos lenne legalább egy ilyen munka. És a tanárúrral is beszéltünk, a Szabó tanárúrral, mi is így futólag, illetve a fenntartó jelezte az iskolának, hogy szeretne segítségüket kérni. Én jó magam láttam már korábban, hogy a Kossuth Múzeumnak is micsoda nagy segítséget adott az iskola azzal, hogy kifestették és tiszta lett az épület. Déteri Lukács Ágnes szeretné, ha évről évre tovább szépülhetne az intézmény a BEM iskola diákjainak segítségével. Ez nem csak a városnak, hanem a fiataloknak is jó, hiszen élesben próbálhatják ki magukat és szaktudásukat, mondta a gyakorlati oktatásvezető. Nagyon fontos, és ezt mindig szem előtt is tartjuk, hogy valós munkakörnyezetben, valós feladatokkal találkozzanak, aminek a hatására a munkájukat egybefüggően egy konkrét épületnek a kivitelezésénél, vagy épp egy festésénél látják. Nagyon fontos, sokkal többet tanulnak, tényleges feladatvégzés van, nem pedig egy tanműhelyi falnak az újra és újra festéséről tudunk beszélni. Ősszel tovább folytatódnak majd a munkálatok. A fal, illetve a mennyezet festését követően a lambériák is megszépülnek. Továbbá elkezdik a nyílászárók mázolását is.